Országos versenyt nyert Telekesi Tamás tangóharmonikás. A Csornai Kerény György Művészeti Iskola diákja a Harmonikások Országos Társaságának 5. Szegedi online harmonika versenyén korcsoportjában első helyezést ért el. Miért pont a tangóharmonikát választottad? Testvérem is járt zeneiskolába, ő fuvolán tanult, és elsős koromban volt egy koncert, ahol láttam a harmonikát, és megtetszett, és így beiratkoztam. Ki a tanítómestered? Biki Otto a tanárom. Egy nagyon jó tanárnak tartom. Könnyen megtaláltuk a közös hangot vele, és jól tudunk együtt dolgozni. Az életedben mit jelent a zene? Hát, egy kikapcsolódás számomra. Hogyha fáradt vagyok, vagy ha rossz kedvem van, igen, akkor is tud a zene segíteni. Hol szerepeltél idáig, és milyen felkéréseknek tettél eleget? Hát voltunk több országos versenyen, ezek komoly zenei versenyek voltak, de a helyi dalköröket, illetve nyugdíjas klubokat is szoktam kísérni. Köztük a Bogyoszlói Férfi Dalkört, a Kapuvári Hajnalcsillag Nyugdíjas Klubot, a Hövei Nyugdíjas Klubot. Egy-kétszer a farádiakat is. Közelmúltban egy komoly versenyen éltél el. Hol volt ez az esemény, és mi, hogy szerepeltél? Ez a verseny a Harmonikások Országos Társasága által került megrendezésre. Hát Szegeden lett volna, de a vírus miatt online formában rendezték meg. De úgy érzed, hogy az zenélés egész életedet végig kíséri? Igen. Hallhatunk egy kis ízelítőt a tudásodból?